anyám sok szép szava. Kira nem hallgattam soha, ráhallgatnék, de már késő, hull a szememből a könnyű. Műsorral köszöntötték az anyukákat, a nagymamákat és a dédnagymamákat Salgótarján fiataljai május 4-én a József Attila Művelődési és Konferencia Központ klubtermében. Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, megállva. Nyikorgó kosára ölébe ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam. Ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Csak ments, teregetett némán. Nem szidott, nem is nézett én rám. S a ruhák fényesen suhogva, keringtek, szálltak a magasba. Az anyák napi ünnepség több civil szervezet összefogásának köszönhetően került megszervezésre. Nevükben a nyugdíjasok Nógrád megyei képviseletének elnöke Fekete Lászlóné köszöntötte az ünnepelteket. Az anyák napi ünnepség zárásaként Pataki Éva, Balázs Béla díjas írónővel beszélgetett Bódi Györgyné doktor, a civil kerekasztal elnöke. Hazánkban az anyaságot első alkalommal még 1925-ben ünnepelték meg. Azóta minden esztendőben május első vasárnapján köszöntik fel az anyukákat, nagymamákat.